házi a polgármester úr. Őt szólítaná, aki azért a házigazdája is ennek a rendezvénynek. Tisztelettel és szeretettel szólítanám a színpadra dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő urat. Tisztelettel szólítom a színpadra Baracsi Endre urat, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnökét. Tisztelettel kérném a színpadra Dr. Papp Csaba urat, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés főjegyzőjét. Tisztelettel kérném ide a színpadra fellépni professzor Dr. Hanusz Árpád tanár urat. Tisztelettel kérném a színpadra újabb díszvendégünket, Guti László urat, a Magyar Államkincstár igazgatóját, akinek az igazgatói poszthoz nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezendő évekre. Tisztelettel kérném a színpadra Balla Kálmánnét, a Várdos Lajos általános iskola igazgatóját. Tisztelettel és szeretettel hívom a színpadra Nagyné Koncz Marianta fejegyalmati járási szociális társulás igazgatóját. Tisztelettel kérném ide a színpadra fellépni Takács Zsoltot, a fejegyalmati rendőrkapitányság vezetőjét. Tisztelettel kérném a színpadra dr. Gere Zoltán urat, a Kölcsei rendőrös vezetőjét. Tisztelettel kérném a színpadra dr. Jámbrikné Pintér Andrea polgármester asszonyt, Kisar település vezetőjét. Szeretettel szólítom a színpadra Hadiné Guti Ibolya polgármester asszony Nagyar település polgármesterét. Tisztelettel szólítom a színpadra Dán Csabánét Nábrád település polgármester asszonyát. Tisztelettel szólítom a színpadra Cáder Zsolt urat, Mánd település polgármesterét. Tisztelettel szólítom a színpadra Kis Ferenc urat, Gyügye település polgármesterét. Tisztelettel szólítom a színpadra az éppen tegnap a rendezvényét letudó Csoma Zoltán urat, Szatmárcseke község polgármesterét. Kifőtt a Szilva Lekvár. Tisztelettel és szeretettel szólítom a színpadra dr. Ugron László jegyző urat. No, számomra ez olyan jó leső érzés, amikor itt a díszvendégeinket meg is éljenzik, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és én azt hiszem, hogy borzasztó jó dolog az, amikor szeretik azokat az embereket, akik itt megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Hölgyeim és uraim, hát akkor jöjjenek akkor a szólásra emelkedők itt a színpadon, és hát természetesen először a házi gazdát szólítanám. Engedjenek meg egy érdekes adalékot. Itt a településnek van egy olyan helytörténet kutatója, egy olyan mindenese, az idén tudomásom szerint már 80. éves Kormány Margit tanítónéni, aki a település múltját kutatja nagyon-nagyon lelkesen, és hát olyan értékes adatokkal járult már hozzá eddig is itt a település életéhez, amelyek úgy gondolom, hogy felbecsülhetetlen értékűek. Hát tanítónéni például annak is utána járt, hogy 1864 óta a helyi közigazgatásban nem volt olyan közjogi méltóság, aki 30 évet ledolgozott volna. Most már van Juhász Gyula polgármester úr. Őt szólítanám ide, hogy tartsa meg a hozzászólását.
Köszönöm szépen. Majd megjön a hangom is. Nagyon szépen köszönöm. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 29, még nem 30. De valójában ez tényleg igaz, hogy ilyen sokat még senki nem dolgozott a községházán, mondjuk így. 21 év pénzügyes és 9. éve polgármesterként. Köszönöm szépen, Attila. Engedjék meg, hogy... Így sírás lesz a vége. Így is csúszásban vagyunk, úgyhogy engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel köszöntsem képviselő urat, igazgató urakat, főtanácsos urakat, jegyző urat, főjegyző urat, alelnök urakat, polgármester asszonyokat, hölgyeket, urakat, akik mögöttem felsorakoztak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hogy Pap Attila barátom mondta, úgy látom, hogy egyre többen szoktunk a színpadon lenni az utóbbi időben, és én két dolgról szeretnék ma beszélni. Egyik a településünk fejlesztéséről, fejlődéséről, másik pedig maga a Szenkeparti nagyvásárról. Eddig írtam beszédet, a tavaly évtől kezdve nem írok, mert akkor mindig csak sírás a vége. Rájöttem, hogyha így mikrofon fogok a kezembe, és egy kicsit járkálgatok, mert én nem tudok megülni egy helyen, akkor talán könnyebben fog menni. A településünk fejlesztéséről szeretném kezdeni először is, és a mai napot én egy köszönetnek szeretném nyilvánítani. A településünkön az elmúlt esztendőkben a penyigi lakosok főleg tudják, de a mögöttem állók is nagyon sokan tudják, hogy egy néhány fejlesztés sikerült megvalósítanunk. Úgy, mint egy községháza felújítását, úgy, mint egy gyűjtemény, egy faluközpont kialakítását, egy ravatozó felújítását, egy szennyvízberuházást, egy egészségügyi komplexumot. Ez nem mehetett volna másképp, hogyha a mögöttem álló emberek közül, vagy éppen ők a legtöbben nem segítettek volna bennünket. Például egy egészségügyi komplexumnak a megépítése, ez úgy történt, hogy a mögöttem lévő polgármesterek akkor azok voltak, illetve a képviselő, amellett alelnök úr is, vagy a elnök úr is volt a kistérségnél, a járás, amit kapott fejlesztésre pénzt, abból a polgármesterek és a képviselő úr egy 50 millió forintot megszavazott a településünknek. Ezt nagyon szépen köszönöm mindenki. Ezt csak egy példaként szerettem volna említeni. De ugyanígy van a többi dolog is, hogy egy éve itt panaszkodtam, hogy a Szenkénk hogy néz ki jelen pillanatban. Képviselő urat megkértem arra, itt a színpadon is persze, hát felkértem egy keringőre, hogy valamit kezdeni kellene a Szenkével. Szeretném bejelenteni, hogy jövő héten megkezdik a kotrását. Ne tapsoljunk előre, mert én se tudom, hogy milyen lesz, és szegény anyámat lehetőleg ne szidják, mert a környezetvédelem ebbe beleszólt, és hogy képviselő úr elrendezte ezt az alapot, ezt a támogatási lehetőséget. Az első szakaszban a Zsiliptől körülbelül eddig be fognak jönni és kotorni fognak, de a környezetvédelem az nagyon kemény hatóság, és teljes hosszában engedélyezte a Szenkének a kotrását, de csak a közepétől kifelé, lakossági oldalra. Ide fogják kitolni az iszapot, hatalmas kotrógépek jönnek jövő héten, már a héten is jöttek volt, csak én megkértem, hogy ne jöjjenek a vásár miatt. Úgyhogy ha kellemetlenségek lesznek, akkor elnézést kérek mindenkitől, de ez a jövő útja. Egy-két év alatt a Szenke meg fog újulni. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy ezt elrendezte. Ehhez kapcsolódva, ilyen pillanatban egy toppos, úgynevezett pályázati csomag van az országban és ebben a térségben is, ami képviselő úr tehatósága kezében van. És ugye hát az ember mindig kopogtat, vagy az ajtón, vagy az ablakon, én általában mind a kettőn megpróbálok. És ilyen pillanatban a képviselő úr hozzájárult ahhoz, hogy a Szenkét rendbe tesszük, akkor a 40 pár éve megépült belvezető árokrendszert is újítsuk fel, a gerincvezetéket. Tehát magyarul a település teljes hosszában, ha minden igaz a pártot megcsináltuk, ez egy 100%-os támogatással talán rendbe tudjuk tenni az árkokat, az átereszeket, a kifolyókat, a hidakat. Úgyhogy ezt is szintén képviselő úrnak köszönhetjük. A másik dolog, energetikai pályázatunk van beadva, művődési ház, a hivatal és az óvodára. 15 cm-es szigetelés, nyílászáró csere és napelemek az óvodán és a hivatalon. Ez szintén képviselő úrnak a keretéből engedélyezte, a pályázat be van adva, a hiánypótlás megtörtént, én bízok benne, hogy ez meg fog valósulni. Képviselő úr, nagyon szépen köszönjük! Persze, ezen az úton elindultunk, de az útnak a végén lenne még egy körforgalom is, talán előbb-utóbb valamikor, és ez, akinek címleztem, az tudja, miről van szó.
Nem vagyunk természetesen telhetetlenek, de előbb-utóbb nem bánnánk, ha mi is tudnánk körözni egy picit penyigén. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, én nagy tisztelettel megköszönném Balla Kálmán igazgatóasszonynak, hogy és Magdizni Szegedi Katalin tagintén vezetőnek, hogy a penyigei iskolás gyerekeket mind penyigén, mind gyarmaton szeretettel fogadják, megbecsülik és igyekeznek rá figyelni. Köszönöm szépen, igazgatóasszony! Ugyanezt szeretném megköszönni Nagyné Koncz Marian igazgatóasszonynak, aki a Szociális Társulásunk igazgatói 50 település vezetik Tarca György polgármester úrral, mint elnök, és ő a házi gondozás, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszer, támogató szolgálat, ezt mind ő fogja össze, és a dolgozói. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat. És aztán most már rátérnék a vásárra. A vásár 15. alkalommal kerül megrendezésre, és itt legelőször Hanusz Árpádnak köszönném meg azt, hogy ő ezt kitalálta. Köszönjük szépen talán, hogy az ötletet adta a településnek, Körösi Miklósnénak, hogy ezt elkezdte, és a település lakosságának, aki ezt támogatta. Hisz. Tanár úr mondta ilyen kutyára, majd lelke. Hisz ez a rendezvény, ha köszön a levegőbe, ez a rendezvény nem jöhetne részre, létre, ha a település lakossága nem állna mellénk. Tehát hiába állok itt magamban, nem sokat érek. Kész. Akik ezt megcsinálják, támogatják, ez nagyon sok ember a településen, és a 15 év alatt ez nagyon sok volt. A rendezvény helyszínét, a rendezvény sátrait, a környezetet, amit önök most itt látnak, vagy a települést, a közmunkások rakják minden évben rendbe. Van, akik a közmunkások munkáját nem nagyon értékeli, de én értékelem. Igaz, hogy nem olyan sokszor törnek borsot az orrom alá, csak nap mint nap, és lassan a hajam már kihullik. Ezt ők nagyon jól tudják, de én úgy gondolom, hogy amikor oda kell tenni magukat, oda teszik tisztességgel, becsülettel dolgoznak. Tavaly beszéltem a fóliasátrakról, most megdupláztuk, beszéltem az asztós üzemről, a gépparkunkról. Ezt sorolhatnám tovább, de ezzel nem kellene foglalkozni, szóval tavaly ezt megtettem. Én egyet tudok, hogy például a tegnap, amikor itt a székeket szépen lerakadtam egyenes irányba, és ők le is rakták ilyen össze-vissza, hogy illik. Aztán hozattam egy bálamadzagot, és végig kiúzattam, és akkor amellett kell pakolgatni a székeket. Igaz, ma már sok értelme nem volt, de hát azért próbáltuk úgy, hogy akik ide jönnek, azok lássák, hogy rend és fegyelem és tisztaság van. Az egyik dolgozó, csak egy poén, bocsánat, álltak a madzaggal, és mondták neki, nem mondom meg a nevét, Makkainé volt, mondják neki, hogy egy centivel jobbra, és én véletlenül a molinó, amire föl van tekezve, ez egy 4 méteres poliból készült rúd, és én láttam a hátam mögé, és ugye a kollektíva, persze, hát kollektíva, nem szóltak neki, hogy mögötte állok, hanem röhögtek, már mosolyogtak, és így rákupintottam 4 méterre a rúddal, a fejére, hogy Makkainé 1 méterre jobbra. De persze többek elkezdtek nevetni, de hát ugye ez a brigád. A feleségem is, ami a lényeg, a feleségem pont megérkezett az autóval, Matizné Szegedi Katalinnal, látja a nagy rudat a kezemben, mint Toldi Miklós, de hát ez két kilós, nincs ez a probléma, és megkérdezett, mit csinál, ki volt az autó, mit csinálsz te itt, ez a ruda rendet tartott. Tehát körülbelül így zajlanak a napnapok. Tehát azzal kezdtem, hogy a köszönet lenne nekem a mai napon. És én természetesen nem állhatnék itt, illetve nem lehettem volna, nem lehetnék 29 év a hivatalba, önök ezt nem segítenek hozzá, vagy önök ezt nem segítik. És ezt tisztelettel megkérem, ha már megszólalhatott egy fiatal ember, az hadd meséljen még, hogy tegnap a munka után meghívtam mindenkit Feris Lászlóval együtt, egy ékémre, vagy üdítőre, vagy egy sörre, és én lassan be is fogom fejezni, nyugodtan legyenek. És ugye, aki most megszólalt, a fiatalember nevét nem mondom, meg kopasz a beceneve. Hozzáteszem, hogy 3 fiatalember, Dani, Ödön és kopasz, 3 géppel a stilkaszával vágták végig az egész falut 2 héten keresztül, de minden, ami létezett. Nem akármilyen teljesítmény ebben a melegben. És ugye meghívtam mindenkit egy ékrémre, üdítőre, sörre. És ugye kopasz később érkezett, mert még dolgozni akar. Majd megjött, és mondtam, hogy akkor milyen jégkrémet kész, csoki, vanília, puncs, kinizsi nincs.
vagy kőbányai, bocsánat, kőbányai nincs, de mondom, van itt ez a jégkrém, az egy csokis jégkrémet kapott, kivitte. Aztán, amikor fizettem a számlát, odajött mellém, és azt mondja, a főnök, barátilag nem fizetné nekem egy sört. Természetesen megkapta a sört. Aztán annak a lett a vége, hogy elhajlott. Úgyhogy én csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét, a támogatását. Tóth Imréknek azt, és el ne felejtsem, hogy évről évre megpróbálják minél színvasabban ezt a hangosítást megoldani. És most az idén még egy LED lámpa sorozatot is idehoztak, lámpákat, hogy minél szebb legyen a koncert, minél jobb legyen a hangosítás, még maguk mögé is raktak újabb hangosítási eszközöket, hogy még messzebb halljon, nem az én hangom, hanem majd akik fel fognak lépni. És ugye elkezdtek idejönni, jöttek ketten először, aztán hárman. Ma már talán 5-6-an vannak, a cekket igaz az ebédlőben majd kifizetik, de mindegy, tehát egyre többen vannak. Nagyon szépen köszönöm Imre az, hogy ő nagyon odafigyel arra, hogy minél jobb legyen minden, és ő nem tud lefeküdni, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem jó sikerült. Ezt megmondom őszintén. Köszönjük! És én mára kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és elnézést, egy kicsit hosszabbra nyújtottam a beszédemet. Isten áldja meg önöket! Hát köszönjük szépen Juhász Gyula polgármester úrnak. Egyébként én már csak egy ilyen gondolkodok, hogy egyáltalán konferencié és humorista miért kell még ide külön. Köszönjük szépen, Gyuszi, nagyon-nagyon szívhez szóló volt, én azt hiszem, és így volt kerek és egész. Hát hölgyeim és uraim, akkor polgármester úr után egy megyei közjogi méltóságunk következik, akivel szintén nagyon-nagyon sok rendezvényen találkozok, és mindig derűs, és mindig mosolyog, mindig jókedvű, és valahol én azt érzem, mikor az emberekkel találkozik, akkor érzik azt az emberek, hogy mekkora szeretet lakozik az ő szívében. Én elbírnám őt képzelni egyébként az 1800-as években, amikor mondjuk ott a kis Beregdaróci kúriájában pipázgatna, és nagyon-nagyon ízesen, mívesen képviselné az ország gyűlésben itt a térség érdekeit, de ő most egyébként itt a megyében képvisel bennünket, itt Szatmár Bereget nagyon-nagyon lelkesen és nagyon szimpatikusan. Engedjék meg, hogy Baracsi Endre urat, a megyei közgyűlés alelnökét szólítsam. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Polgármester úr, képviselő úr, tanár úr, kedves polgármester urak, hölgyek, kedves meghívott vendégek, kedves penyigeiek. Igen nagy megtiszteltetés, hogy meghívást kaptam ide már sokatszor erre a rendezvényre, és nagy örömmel jöttem el. És hát megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz megszólalni egyébként polgármester úr után, és nagyra becsülöm azt egyébként, amit ő tesz, és azt meg pláne, amit ő érez. És polgármester úr, azért azt elmondanám, hogy bár itt a színpadon is folytak a könnyek, de én közben figyeltem a nézősereget, és bizony ott is folytak a könnyek, tehát úgy látom, hogy ez az érzés, ez kölcsönös, tehát ilyen kölcsönhatás van, úgy látom a polgármester és a lakosság között, amely azt hiszem, hogy egy élhető településnél, vagy egy élhető település életében különlegesen fontos kell, hogy legyen. Én ehhez külön szeretnék gratulálni, mert azt hiszem, hogy az emberi oldala egy polgármesterségnek szintén nagyon fontos, amellett, hogy a szakmai oldalának is természetesen rendbe kell lenni, és ez egy példaértékű dolog, amelyre méltán lehet büszke nem csak a polgármester, hanem a település minden lakója, és lényegében már ezért megéri eljönni Penyigére. És természetesen azért is, ami körbeveszi itt a Szenkepartot, ez egy különleges hangulatú fesztivál, egy különleges hangulatú vásár, amely már méltán mondhatom, hogy országos hírt ért el, és nagyon jó az, amikor olyan távolról jött vendégekkel találkozom én is itt, akikkel lehet, hogy a hétköznapok folyamán az ország más szegletében tudnák csak összefutni. Ezt hiszem, hogy ez is mindenképpen egy nagyon nagy elismerés. Én nem szeretném hosszúra nyújtani, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel, és mindenkinek azt kívánom, hogy érezze nagyon jól magát, nem csak a mai nap, hanem az év minden napján Penyigén, és ott, ahol éppen él. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen Baracsi Endrének, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnökének.
aki egyébként még ma foci meccsre is megy, aki nem tudná, Berek Daróczi labdarúgó csapat edzője, és ma Tarpával egy hatalmas rangadót játszanak, de még itt a meccs előtt eljött ide hozzánk. Hölgyeim és uraim, most pedig én tisztelettel megkérem azt a közögi méltóságunkat, azt a politikusunkat, aki ugye gyakorlatilag, amióta a szatmári kulturális és gasztronómiai rendezvények sorozata elindult, hát bizony-bizony nagyon-nagyon sokat bábáskodott, nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ezek a rendezvények valahol egy kerek egészre összeállhassanak. Ezek a rendezvények ugye tegnap Szatmárcsekében a 18. Szilva Lekvár főző versenyt ünnepeltük. Ma itt a 15. Szenkeparti nagyvásárt ünnepeljük, tartjuk meg. És én úgy gondolom, hogy képviselő úr mindig is szívén viselte, és mindig is nagyon-nagyon sokat tett, amit itt polgármester is kiemelte, azért, hogy ezek a rendezvények minél több támogatást kaphassanak, hiszen azért anyagi háttér nélkül, valljuk meg őszintén, nehéz színvonalas és nívós rendezvényt lebonyolítani, hál' Istennek. Azért én úgy gondolom, aki ellátogat ezekre a rendezvényekre, tudja igazolni azt, hogy ezek viszont itt Szatmár-Berekben megvalósulhatnak. Nagy tisztelettel és szeretettel felkérném dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő urat, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem is nehéz azért beszélni a polgármester úr és alelnök úr után, valamint Attila konferenciája után. Azon gondolkodtam közben, hogy mi is teszi különlegessé azért ezt a rendezvényt, és miért más ez a rendezvény, mint az összes többi rendezvény, ami a térségben van. Ez azért nagy részt köszönhető a földrajzi elhelyezkedésnek, hiszen nincs még egy olyan települési rendezvény, ahol ennyire be lennének vonva a lakosok, nem csak a közmunkások, akik segítenek előkészíteni. És hát magam is láttam tegnap is erre jöttünk a régi Penyigei úton, ahogy mi szoktuk mondani, és láttam a lázas készülődést. De akkor jó én szerintem egy rendezvény, és akkor sikeres egy rendezvény, hogyha a településen élők közül minél több embert sikerül bevonni. És ez legjobban, most ha tetszik, hanem lehet, hogy egy pár polgármester megharagszik azért, mert ezt mondom, ez talán ezen a rendezvényen lehet legjobban megvalósítani. Ahogy elmondta Attila, nyilván egy hosszabb ideje létezik, és azért a Szenkeparti Nagyvásár, és én itt azért itt is meg szeretném köszönni Hanusz tanár úrnak a segítségét, hiszen azért ő volt a megálmodója ennek a rendezvénynek, és hát sokat szoktunk akár vitázni is, mert mind a ketten többet szeretnénk a térségi rendezvényekből kihozni, de én úgy gondolom, hogy a Szatmári Fesztivál, a Szatmár-Beregi rendezvényeknek tényleg azért is van jó hangulata, mert az itt élő embereknek ilyen a szíve. Én azért sok helyen járok az országban és a világban is, azért ilyen nyíltszívű, nyitott emberek nem sok helyen élnek Magyarországon, sőt azt lehet mondani, hogy csak itt élnek Magyarországon, hogyha éhes az ember, akkor megkínálják, és nem is akármivel tudják megkínálni. Visszaemlékeztem, és épp Gyulával beszélgettem az előbb, megnyitó előtt, hogy kettővel előtte lévő olimpia, az ugye Pekingben volt, és arról beszéltem, hogy aki sokáig van egy ilyen más országban, az már mennyire kívánhatja mondjuk a töltött káposztát. Mert ott mindenféle ilyen érdekes dolgokat lehet tenni, ez szerintem most nincs másképp. A riói olimpián is azért szerintem a legtöbben, a vízilabda válogatott mondjuk férfi, megtermett tagjai, de szerintem mások is már alig várják, hogy visszaérkezzenek az országba, hogy egyenek valami normálisat. És a Penyigei Szenkeparti Nagyvásárnak az is különlegessége, hogy azért itt tényleg széles skálán meg tudja kóstolni az ember azokat az ételeket, amely a térségre jellemző, és itt szoktam kapni én is a sátorban a szilvás ételt, amit már én is most alig várok, hogy megkóstolhassam. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat, látják a polgármester úr milyen, mindent felsorolt, hogy mit szeretne, tehát folyamatosan, ha van időm, ha nincs, akkor is mondja Penyigének az ügyeit, de hát ez így jó, mert ezt kell csinálni egy polgármesternek. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat a mai nap folyamán, és ahogy Endre is mondta, érezzék jól magukat itt, egy közösségben Penyigén.
Hát nagyon szépen köszönjük képviselő úrnak ezeket a kedves szavakat, gondolatokat, és hát természetesen kívánunk neki jó egészséget, hogy továbbra is itt a térség érdekében minél többet tudjon tenni, az itt élő emberekért. Hát, hölgyeim és uraim, ha már itt ugye a közmunkásokról van szó, én is a héten egyszer azért elautókáztam, erre volt egy kis utam, és amikor jöttem, tényleg lelkesen dolgoztak egyébként a közmunkások, de elárulom, ugyanolyan színű autómban, hát nem ugyanolyan márkájú, de ugyanolyan színű, mint polgármester úrnak, és akkor dolgoztak, felnéztek, egész biztos vagyok benne, hogy polgármester, így volt? Polgármester, tudtam, hogy összekevertek, de olyan sebességi fokozatba kapcsoltak, hogy én még ilyet nem láttam. Úgyhogy egy tapsot a közmunkásoknak, hihetetlen. Hölgyeim és uraim, és még egyet engedjenek meg, én úgy gondolom, hogy a média is azért nagyon nagy hatalom, és szeretnék itt köszönetet mondani annak az embernek, aki nélkül szinte rendezvény nem múlik el, mindenhol ott van a kamerájával, és azért az által irányított rádióban is nagyon-nagyon sok publicitást kapnak a rendezvények Biró Tibi barátomnak. Szeretnék kérni egy tapsot. Hölgyeim és uraim, itt már nagyon sokszor elhangzott egy olyan embernek a neve, aki bizony, hát lehet mondani, hogy szülő atya volt ezeknek a rendezvényeknek, amelyek most már ugye itt a nagykorúságba léptek, vagy a nagykorúság határához értek, és igazolták a létjogosultságukat. Én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel felkérem azt az embert, aki egyébként 20 éve is ugyanígy nézett ki, és csodálom, hogy egy ránc nincs az arcán, és fantasztikusan tartja magát, hála a jóistennek, professzor dr. Hanusz Árpád tanár úr. Köszönöm szépen, kedves képviselő úr, kedves polgármester, hölgyek, urak, kedves vendégek, kedves turisták, kedves penyegélyek. Én úgy gondolom, hogy három dolgról lehetne beszélni, de hát nagyon sok minden elhangzott már, nem szeretnék senkit megismételni. Minden igaz, ami elhangzott, mert mindenki próbálta a visszaidézni, mindenki próbálta a jelent megidézni. Én a Szentkeparti Nagyvásárnak a jövőjéről szeretnék egy pár gondolatot. Vagy mondhatnám azt is, hogy szeretnék egy pár gondolatot elhinteni a polgármestereknek, a jelenlévőknek és a nem jelenlévőknek is, hogy a Szentkeparti Nagyvásár tényleg túlélte a gyermekkorát, amikor ugye serdülő korból, majdnem azt mondom, hogy felnőtt korba lép, de a többi rendezvény is majdnem így van, és a jövőjéről kellene gondolkodni, hisz ezek a vásárok többek annál, vagy ezek a rendezvények úgy összességében többek annál, mint egy falunap, egy városnap. Ez mégiscsak arról szólna, amit itt bizonyítottak a polgármester úr, a képviselő úr is, hogy meg Csaba is, hogy végül is, amikor a dolgozók, a helyi emberek magukénak érzik ezt az egész rendezvényt, ez egy borzasztó nagyon fontos dolog, hisz két dolog van, egy falunapon a falu apraja nagyja érezze jól magát. A turisztikai rendezvényen pedig a falu apraja nagyja dolgozzon azért, hogy a turista érezze jól magát. Na, úgy érzem, hogy nagyon sok mindent született ennek érdekében, és ez a falu tényleg oda teszi magát azért, hogy ez a rendezvény ténylegesen turisztikai rendezvény legyen. A jövőt illetően én úgy gondolom, hogy mindig azt tanácsoltam, hogy ne akarjanak mindig maximumra meáratni. Mindig lehet egy picivel többet, egy picivel jobbat csinálni, csak akkor az úgynevezett fenntartható fejlődés az adva van. Ez a jövő útja. Abban a globalizálódó világban, amikor meg akarjuk őrizni a magyarságunkat, akkor próbáljunk meg a múltból, a gyökerekből táplálkozni, a gyökerekből szedni azokat az értékeket, amit a jövő nemzedékének át akarunk adni. Tehát nem csak az a fontos, nem csak azért fontosak ezek a rendezvények, hogy ma jól érezzük magunkat, ez nagyon fontos. Ezt kívánom mindenkinek, aki ellátogatott erre a vásárra, és ezt kívánom minden olyan szatmári embernek, aki ebben a tevékenykedett, hogy az itteni rendezvények jól működjenek. A penyegélyeknek, hogy a vásárt minél jobban tudják megcsinálni. De ha azt akarom, hogy ez a fenntartható fejlődés meglegyen, akkor mindenképp fontos az, hogy ezt a tudást, amit itt ma tapasztalunk, megtapasztaljuk a szervezésbeli tudást, a hagyományápolást, ezt valakinek tovább kell adni. Egy újabb generációnak, és akkor megtartjuk a magyarságunkat. Megtartjuk azt, hogy a múltból gyökerezünk, és ha azt akarjuk a turistáknak megmutatni, amivel rendelkezünk, akkor ez adva van, mert ezt nem kell tanítani. Ez itt él az emberek szívében, lelkében, a vendégszeretetet,
és azokat az attrakciókat, azokat a hagyományokat, azokat a népművészeti és népi gasztronómiai értékeket, amit csak itt tehet az ember. Egy igazi szilvás étel, egy igazi porlós étel, egy igazi mondjuk szilvalekváról töltött fánkot lehet sok helyen készíteni az országba, de ilyet talán sehol. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy a jövőre gondoljon, amikor a jelent jól csinálja. A jövőre gondoljon azért, mert az unokák is jó lenne, hogyha ugyanilyen jól éreznék magunkat majd a következő 20 évben, hogy erre való felkészülés során mindig legyen minden rendezvénynek célja, hogy egy kicsit előbbre lép, egy kicsit a minőség felé mozdul el. Ezt a minőséget itt lehet tapasztalni, egyre több kézműves, és az mostani vásáron itt vannak Székelyföldről, itt vannak Kárpátaljáról azok a kézművesek, akik úgy gondolták, hogy fontosnak ítélik meg, hogy a vidéki településeken lévő vásárokon is bemutatkozzanak, és nem várhatjuk azt, hogy majd budapesti vendégek tömege jön ide, már csak azért sem, mert a művészetek utcájában ezt mindig megtapasztalhatják, még akkor is, hogyha együtt vagyunk, akkor is annak kell, vagy azért kell boldognak lennünk, hogy a vidéki kisebb települések vására is ugyanazt a szolgáltatást tudják nyújtani. Én azt kívánom mindenkinek, a szervezőknek, azoknak, akik tudnak valamit tenni azért, hogy ez a Szatmári Fesztivál újra életre kapjon, hogy a jövője meglegyen, hogy a magyarságunkat megőrizzük, hogy a jövő nemzedékének át tudjuk adni ezt a tudást, amit itt felhalmoztunk. Ezt mindenképp fontosnak ítélem meg abból a szempontból, hogy ma jól érezzük magunkat, és azt tapasztalja meg a mai fiatal, hogy ezt érdemes hosszú távon folytatni. Azt kívánom a helyieknek, szervezőknek, lakosoknak, és azt kívánom a turistáknak is, hogy 20 év múlva is látogassanak el, ugyanilyen lelkesedéssel, és ugyanilyen jól érezzék magukat, mint ma. Ezen a vásárt megnyitottnak tekintem, és úgy gondolom, hogy mindenkinek jó vásárfiát, és élvezze azokat az ízeket, élvezze azt a gasztronómiai hagyományt, amit a különböző helyi népi szokások megengednek, vagy felkínálnak, és hát vásároljon olyan ajándékot a szeretteinek, amilyen szeretettel ezt az árusok biztosítani tudják. Köszönöm a vendégeknek, hogy megtisztelték a rendezvényt, és köszönöm persze a méltóságoknak, közjogi méltóságoknak is, hogy volt erejük arra, hogy vagy idejük arra, hogy ide látogassanak. Mindenkinek jó szórakozást kívánok mára. Nagyon szépen köszönjük professzor dr. Hanusz Árpád tanár úrnak a gondolatait, és hát bizony épp itt képviselő úrral is ugye egy gondolatot gyorsan cseréltünk. Nagyon fontos, hogy ugye itt biztonságban lehetünk, tényleg nem kell félnünk attól, ugye, hogy itt egy jégkrémes autó bejön, és ugye itt olyan baj lesz, amit sajnos Európában megtörténhetett. És hát én azt hiszem, hogy most politikusainknak ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azért dolgozzunk, hogy békében élhessünk. Óriási dolog az szerintem, hogy itt nyugodtan ehetünk, ihatunk, szórakozhatunk. Sajnos ez már lassan Európában sincs mindenhol így. Úgyhogy én szorítok azért, hogy ez nagyon sokáig Magyarországon, és természetesen Európában is így lehessen. Hölgyeim és uraim! Itt tanár úr gondolatai után én is azt kívánom, hogy 50 év múlva, amikor itt fognak ülni, meg itt fogunk majd fennállni a színpadon, tényleg sok pozitívumról tudjunk majd beszámolni mindenkinek. Engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem még itt a Beregből ellátogatott hozzánk egy ottani rendezvény házigazdája, Pálinkás György polgármester úr, és kedves családtagit is tisztelettel, szeretettel köszöntöm. És dr. Sértő Radics István polgármester urat is, Uszka település polgármesterét. Tisztelt vendégek, tisztelt jelenlévők, nagyon szépen megköszönjük azt, hogy megtiszteltek bennünket, hogy itt voltak velünk, ezzel az ünnepélyes megnyitó az befejeződött, és hát kezdetét veszi a program, hamarosan jön az Ovisok műsora. Köszönjük, hogy kitartanak velünk. És hát köszöntsem azokat, akik betanították ezt a műsort, Vég Endréné, Józsa Csabáné, Bücs Tiborné és Kis Gáborné, Bücs Tibinek pedig nagyon sok boldog szülinapot kívánom. Hölgyeim és uraim, a penyigei Ovisok, aratás! Köszönöm,
Ó, na tényleg, szám szemesek,
sárgula panászok, pirosnik a szeme, és a nagyatásra. Húta húta, de szék át a húza, ráhajlik a tenízei útra. Csak a kormányok, és jó, hogy tudom. Csak a kormányok, és jó, hogy tudom.
Kenyégi község önkormányzata minden évben elismeri a sok-sok-sok gondozott és rendezett porta közül, külön azokat, akik abban az időszakban még talán a többi szép porta közül is kiemelkedtek. Juhász Gyula polgármester úr fogja átadni egyébként ezt az elismerést, és én szólítanám először a színpadra Újhelyiné Juhász Katalint. Újhelyiné Juhász Katalin tehát, aki úgy látom a konyhán is serénykedik, és ő veheti át ezt az elismerést. Hölgyeim és uraim, Asztalosné Seres Júliát szólítom a színpadra. Gratulálunk Julikáéknak is. Végül, de korántsem utolsó sorban, Kondor Béla urat szólítom a színpadra. Gratulálunk a kitüntetetteknek, az elismerteknek, és hát kívánjuk, hogy továbbra is ilyen szép, rendezett, gondozott portájuk legyen neki és minden penyegei lakosnak. Kérem, fogadják nagy szeretettel tehát Máté Szalkáról a Szatmár Tánc Együttest. Bizony Isten gatyanét, nem maradjunk. Addig is szó mulatunk,
Újságot mondok, jó meghallgassátok! Új királytok támadta, mint tudhatjátok, de hát nincsen katonája, mint láthatjátok. Ennek keze alá magatok adjátok. Muszáj! Biztos! Mennyi hőse!
te! Nem te pajtás, elég nagy vagy! Olyan a fejed, mint egy jó kerék vagy! Nem tudom, hogy a fejed a sapkó. Még kordomból csak belé nem fogy, adj kezed, kívánsz köztük lenni, hadd nagy! Húzza! Húzza!